Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, <laughs> jöjjön egy kis BF4. Istentelen régóta nem volt nagyjából semmilyen shooter ugye a csatornámon. Ne aggódjatok, nem hagytam el a shootereket, kellett egy, kellett egy kis pihenő. Mert, mert időnként fel kell töltödjön az ember, néha sok tud lenni, megúnom, stb. És most már, hogy BF4-ben is maxos szintű vagyok, lassan 900 óra után értelemszerűen egy kicsit ráuntam, ezért is van most nálam ez a nagy Warframe őrület, de kezdek visszatérni, szépen lassan visszaszivárogtatom magam a BF4 világába, főleg mert hamarosan kijön a nyári uh, frissítés, a nyári patch, és azzal bejönnek az éjszakai mapok, és akkor arról szeretnék videókat csinálni, hogy miben és hogyan alakítja a játékot, tudjátok, a szokások, meg most már kezdenek, megint csak hiányozni a súterek, úgyhogy lassan-lassan visszaszivárogtatom magam a súterek világába, de, de kellett ez a kis pihenő. A videó pedig öm, annak kapcsán készül, hogy valaki ugye természetesen megkértetek, hogy csináljuk már egy BF4 videót, és akkor értem válasznak az illetőnek, hogy Hát figyelj, hogyha mondasz valami témát, amit még nem fettem le így BF4-el kapcsolatban, akkor szívesen szóval megcsinálok, csinálok egy videót. És akkor írta, hogy leírhatnám az öt kedvenc fegyveremet. És... És azt mondja, na jó, hát ez végül is nem rossz ötlet, hogy szépen lassan így visszatérjek a BF4 világába, hogy bennetek is így újra fellángoljon a nagy szerelem itt a videóim iránt. Úgyhogy... Úgyhogy jönnek is BF4 kedvenc fegyverek, és. És nem mondom, hát akkor visszamegyek, játszok, és akkor visszatérek azokhoz a fegyverekhez, amikről úgy éreztem, hogy igazán szeretek. Úgyhogy jöjjön most. Jöjjenek most kedvenc fegyverek! Nem tudom, hogy öt lesz-e, vagy hogy, és azt sem mondhatnám, hogy sorrendben vannak. Uh, viszont ki fogom azokat emelni, amelyeket jobban szeretek, talán, mint a másikot. De is most fegyver alatt. Uh, mindent értek. Tehát minden megtalálható eszközt, amivel a Battlefield 4-en belül lőni lehet, minden megtalálható eszközt, amivel Battlefield 4 lőni lehet, vagy golyókat löki, vagy robban, az fegyvernek számít, és, és benne lesz akkor ebbe a, ebbe a listába. Azt hozzá kell tegyem, hogy Őszintén veletek, mielőtt kijött volna ez a frissítés, amikor a reddot egy helyben áll, és a, úgy, úgy, úgy lövünk, azóta számomra az összes fegyverek kicsit összeolvadtak. Mielőtt kijött volna ez a frissítés, minden a fegyvernek megvolt egy kicsit a maga egyedisége, és nekem jobban tetszett akkor, amikor egyszerűen realisztikusabb volt is számomra, amikor maga a reddot szájt, a piros pöty maga is ott a reddot szájban mozgott, és nem pedig egy helyben állt ezáltal, pedig kiváltva egy hamis effektet, arra, hogy a fegyverekkel nyugodtan lőhess sorozatba Egy, valahogy jobban tetszett nekem az a régi, ezt sajnáltam ezt az egyet, hogy átváltoztatták a, azért, mert hogy állítólag precízebben lehet lőni veled, de nem tudom nekem annyira nem, de attól függetlenül vannak fegyverek amelyek az eleje óta tetszenek, de a gépfegyverek kapcsolatban, amióta kijött ez az utolsó frissítés, az azóta annyira nem fog meg. Ha nincs rajta semmilyen fajta red dot site, vagy scope, vagy ilyesmi, akkor ugyanúgy tetszik ez a fegyver, de amint rárakok valami red dot site mert némelyikre azért kell, akkor már kicsit furcsává válik ez az egész Lövés téma. Na, de akkor jöjjenek azok a bizonyos fegyverek. A videó, amit láthatok, nem feltétlenül azok vannak, csak úgy random klippek, mert annyira rég játszottam BF-fel, és olyan jó leshet csak így váltogatni a különböző öm, játékok között, de mindenképpen az egyik ö, kedvenc fegyverem az az AK5C ö, lesz, és a mert, mert, egyszerűen nem, mert ugye ez volt az egyik az első fegyverek között, amit kipróbáltam, és annyira megszerettem valahogy az elegáns kinézetét, a lövés hangját, a lövés tempóját, a méretét, ahogy kinéz, szóval én ilyenekről beszélek, hogyha ö, fegyverről van szó, hogy és annyira kényelmesé vált az újratöltés sebessége és mindene, hogy, hogy nagyon sokáig ö, Kezdtem ö, használni ezt a fegyvert, és gyakorlatilag ez van az egyik legtöbb ö, killem, És akkor idővel realizálódok be, mert én azért végigmentem az összes fegyver. Az összes fegyvert ö, elvittem addig az ötszáz akárhány killig, és, és öszintő összekeverhetek, mint ahogy lőttem az összes fegyver az összes a kedvenc szemé vált valahogy, mert amire elírtam odáig, hogy furra kilőjem őket, azigra megtanultam velük játszani, és nagyon élvezetes lett mindegyik a maga szintjén, nagyon jó lehet játszani. Szóval az egyik ilyen fegyver lenne az AK-5 cél, egyszerűen az eleganciája miatt. Akkor most ugorjunk el egy kicsit másik uh, uh, kaszba. A következő ilyen fegyver lenne a PKP Peseng. Igen, lehet, hogy meglepődtök ezen, de ez, ez az egyik közels távon uh, legbetegebb fegyver, talán a BF4-be. Uh, még ugye a patch előtt sikerült nekem kifullozni, nagyon megszerette. Iszonyat kiillottam vele az elején, nagyon nehéz volt lőni, mert nagyon-nagyon rángatott, de amint ráéreztem, hogy hogyan kell szabályozni, az a fegyver The Beast gyilkológép állat lett, és nagyon-nagyon jó volt vele játszani, ön megszerettem vele játszani, és, és hát azt kell mondjam, hogy vagy az egyik uh, kedvenc személy nőtte ki magát. A következő uh, ilyen fegyver, egy másik kategóriából jön az MX4. Um, egyrészt a, a hangja miatt nagyon szeretem, a lövés tempója miatt, és a pedig azért pedig úgy gondolom, hogy a. A PDV között az egyetlen igazi meglepetés fegyver, mert hosszú távra is eh, egész megfelelően lehet vele lőni, egész megfelelően lehet vele sorozni, nem rángat annyit, tehát viszonylag könnyű vele lőni, és kezdő fegyvernek eh, nagyon tökéletes, és nekem azóta is eh, gyakorlatilag megmaradt az egyik kedvencem. Én hozzátehetném ide a P90-et is, de hogyha csak egyet válogatunk akkor akkor legyen a, inkább az MX-4. Na, a következő kedvenc fegyver... Uh, ha már fegyvereknél járunk, és a lövéseknél, akkor az RPG. Talán ez az egyetlen olyan uh, dolog, amiben az összes Battlefield-nél nem mondok le róla. Van 600 fajta uh, lövője, fegyver... Uh, vagyis rakétalövő fegyver, de nálam az RPG az, ami mindig vitte a pálmát. Uh, minden játéknál valami adott pontján a játéknál folyamat szerelve. battlefield szinte az eleje óta, gyakorlatilag másról nem is lőttem. Nagyon-nagyon uh, ritkán, csak azért, mert hogy nem tudom, lehet valami változatosság, de mindig-mindig visszatérek az RPG-hez egyszerűen azért, mert úgy érzem, hogy ahhoz van úgy igazán érzékem, azt annak ki tudom számolni az esését, és, és nem tudom, egyszer Azért, mert szeretem úgy gondolni, hogy hogy egy skill based uh, alapú fegyver, tehát egy skill alapú fegyver és kell hozzá kis gyakorlás, tudás és um, tapasztalat, hogy igazán jól lehessen használni és ezért én, nem tudom, számomra az RPG egy alapdolog, alapdolog um, az ilyen Battlefield jellegű shootereknél. Na most, a robba, ha robbanóanyagoknál anyagoknál járunk, akkor C4 uh, teljes képen, te C4 az egyik kedvenc, egyszerűen a troll faktor miatt, a meglepetés faktor miatt, és amiket lehet vele csinálni. Ö, a c 1 tehát te biztos, hogy benne van a top 5 ugye most már több fegyvert mondhattam, mint öt, mert, mert több van, mint öt, nem lehet ezt így ötre leszűkíteni, lesz azt hiszem, úgyhogy lesz itt még másik fegyver, másik fegyver is. A következő kedvenc dolog, haladunk a nagyobb dolgok felé, Én nem tudnék sorrendet felállítani ezek között, amúgy mindegyiket szeretem a magam dolgáért. a következő pedig a tankok. Ja, a tankokat nagyon szeretem, és azon belül is a shell sellel felszerelt tankokat, hogyha egészen uh, precízek akarunk lenni. Miért? Mert mert kis golyetést kell számolni, és uh, gyorsabb újratöltése van, gyorsabban utazik a löveg, tehát uh, gyakorlatilag minden tankcsatából nagyjából győztesen lehet kijönni, még akkor is, hogyha kevesebbet sebez, mint a többi, mint a másik két löveg. Nem számít, mert gyakorlatilag akkor is pontosan ugyanannyi lövegbe szedett szedsz ki egy tankot, mint a másik két uh, löveggel is, szóval gyakorlatilag nem esélytelenebb a szabot teljes mértékben jó, és azt hiszem amúgy is Battlefieldben a legnépszerűbb uh, lövegfajta talán az up mellett. Na most akkor így mondanám, hogy a szabot sel felszerelt uh, tank lenne a kedvenc, következő pedig uh, a hajó uh, ja, és azon belül is a burst felszerelt hajó, ha bár uh, az első lövegnek, a 25 mm-esnek a hangja az nagyon, nagyon bejön, tehát az, az nagyon durván jó hangja, és ezt azért mély basszusban hallgatni azért nagyon feelinges dolog, de a burst a burst, burstes hajót nagyon, felszerelve nagyon, nagyon tetszik egy TV rakétával mellé nagyon jó dolgokat lehet vele elérni úgyhogy azt mondanám, hogy ez lenne még az egyik kedvenc. Az, ö, régen volt nagyon a Little Bird, akármilyen kombinációja, ebből inkább csak az maradt meg már, hogy a repülés szeretete, szóval is szeretek ö, repülni, ö, és úgy érzem azért elég jól is tudok repülni, viszont nem feltétlenül mondhatnám, hogy a kedvenc ö, játék stíluson. inkább beülök egy tankba, egy hajóba, vagy ö, ilyen close quarters meccseket folytatok az előbb említett ö, fegyverekkel. Na most, ezek ö, lennének, azt mondanám, hogy a Battlefield 4-ben a kedvenc fegyvereim, vagy a kedvenc összeállításaim, tehát nagyjából mindig lenne nálam egy RPG, egy ak c PKP-peseng, jaj, és egyet kihagytam a MX-4 mellett a az A, uh, mi az? nem ACP, nem, mi a neve? TAR, igen, TAR21 igen, ő az, az, az. is számomra egy másik meglepetés fegyver volt. Kicsit macera volt, amire megtaláltam a megfelelő összeállítás neki, hogy hogy legyen jó, de amit megvolt, az egy nagyon bízt fegyver, kis golyószórás, gyors tüzelés, és közelre elpusztíthatatlan közép, és hosszú távon is megfelelően erős. És azt kell mondjam, hogy, tarusza, hogy az MX4 mellett az az, ami amit a PDV közül nyugodtan ki merek ajánlani, mert mert a legtöbb szituációra meg tud felelni. Na, no, most már tényleg ennyi lett volna, aztán mm, lassan készüljetek, mert, mert jön, jönnek vissza újra a shooterek, nem tudom, talán láthatok még egy kis Titanfall-t is idővel, de, de mindenképpen lesznek, tehát nem az van, hogy nagyon elhagytam ezeket, csak egy kis Uh, pihenőre volt szükségem, addig is igyázzatok magatokra, amíg jön a Battlefield-nek a nyári pecs, és akkor belevágunk ezekbe a bizonyos éjszakai uh, térképekbe. Sziasztok!